Köszöntöm nézőinket, Önök a TV Szentendre híradóját látják. Elsőként következzenek mai témáink röviden. Testületi ülés. A közterület használatról és a téli útüzemeltetésről is döntöttek. TV Szentendre. Már a Magyar Telekom IPTV hálózatán is látható műsorunk. Tovább tanulás. A szülőknek tartottak tájékoztatót a Rákócziban. Módosították a közterület használatról szóló rendeletet a képviselők legutóbbi ülésükön múlt héten. A novemberi rendes ülésen szó esett a téli út üzemeltetésről is. A jövőben nem lesz olyan filmforgatás Szentendrén a belvárosban, ami a közterület teljes lezárásával jár. Erről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Több lakos és üzlet tulajdonos kifogással élt az önkormányzat felé, hogy pihenésüket, tevékenységüket zavarják a filmesek. Nem önkormányzati hatáskörbe tartozik a közterületi forgatások engedélyeztetése. Erről a Magyar Nemzeti Filmalap hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. Viszont a filmforgatásokkal kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzatok képviselőtestületei rendeletben szabályozhatják. A novemberi ülésen napirendként szerepelt a téli útüzemeltetési szabályzat módosítása is, amivel kapcsolatban a TESZ képviselője tett fel kérdést a polgármesternek. Ha jól értelmezem, akkor itt ugye a Szentendre városa közszolgáltatási szerződést köt majd a VSZ-el, és utána a városi szolgáltató valószínűleg ezt a vállalkozóval fog elvégeztetni ugyanúgy, mint a eddigi években. Most engem az érdekelne, hogy tavaly volt egy ilyen kiértékelés ennek a szolgáltatásnak a végén, és ott több ilyen nem hiányosság, csak javítani való dolog is felmerült, hogy ezek beépítésre kerülnek-e. A képviselőnek a VSZN ZRT vezetője és dr. Liget Falvi Kinga a közigazgatási és adóiroda vezetője válaszolt. Tavalyi tapasztalatokat beleépítettük, természetesen ezért történt szolgáltatás minőségemelés. Nyilván az alvállalkozó szerződés az a téli útüzemeltetési szabályzathoz igazodik, tehát nyilván azok megjelennek a szabályzat módosítása, a szerződés is tartalma és ezáltal változik. A parkolóautókkal kapcsolatban az pedig nem a téli útüzemeltetés szabályaihoz kapcsolódik, hanem egyéb módon próbáljuk azt érvényesíteni, de erre az irodavezető asszony fog válaszolni a kérdésre. Már a téli útüzemre felkészülésként a városi szolgáltató által meghatározott kritikus helyszínekre szórólap szórásra került sor, ahol felhívtuk az ingatlan tulajdonosoknak a figyelmét, hogy a gajazást végezzék el, illetve hogy a parkolóautók tehát nem maradhatnak azokon a szakaszon a téli útüzem idejében, mert a hókotról nem tud elmenni, tehát már egy szórólapozási munka meg is történt ebben a kérdésben. Több utat, utcát minősítettek át az elmúlt időszakban a felújítások miatt, ami a téli útüzemeltetésben is fontos szerepet játszik. Ezzel kapcsolatban tett fel kérdést a testület egyik tagja a divízió vezetőnek. Tegnap a bizottság részletesen foglalkozott az előterjesztéssel, én is meg tudom erősíteni, hogy a kérésünk bekerül, de van is egy kérdésem, hogy a Csalogány utca az miért kerül át a második osztályból a negyedikbe. Ez egy újdonság, ez tegnap nem szerepelt a bizottság ülésen, hogyha erre kaphatunk választ, mert ez egy visszaminősítés. A válaszból kiderült, hogy több szempontot is figyelembe kell venniük a szakembereknek, úgy mint az útminőséget a hókotró járat szervezésekor. Zárásként azért annyit mondanék a témához, hogy az idén nagyon szigorúan fogjuk ellenőrizni, személyesen is fogom ellenőrizni, mert a tavalyi tél azért hagyott kívánni valókat maga után a szolgáltatás tekintetében. Nyilván az időjárás is rendkívüli volt, de nagyon szeretném, hogy ezen a télen ne legyenek olyan fennakadások, úgyhogy nagy erőkkel és a VSZRT menedzsmentjével együtt ellenőrizni fogjuk az alvállalkozónak a teljesítését. 42 utcát vontak be a hó- és síkosságmentesítésbe a testület tagjai. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján külön eljárási rendeletet dolgoztak ki a rendkívüli időjárásra is. A határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta a város képviselőtestülete.
Örömmel értesítjük nézőinket, hogy hosszas előkészítés és tárgyalások után végre elérhető a TV Szentendre adása a Magyar Telekom IPTV hálózatán a 244-es csatorna helyen, amennyiben az előfizető nem változtatta meg a csatorna sorrendjét. Ennek köszönhetően reméljük bővül azon lakosok száma, akik élőben tudják követni műsorainkat. Televíziónk látható még a UPC digitális bronz csomagjában az 512-es csatorna helyen. A következő településeken fogható a TV Szentendre adása. Szentendre, Budakalász, Pomáz, Leányfalu, Tahitótfalu, Piliszentlászló, Üröm, Csobánka, Pócsmegyer, illetve Szigetmonostor. Előfordulhat, hogy a set-top box vevőegységet újra kell indítani a TV Szentendre megfelelő eléréséhez. Újra több szentendrei család áll iskolaválasztás előtt. Néhány hete kezdődött el az általános iskolásoknak a továbbtanulásra való felkészülése. A középoktatási intézmények nyílt napokkal, órákkal várják az érintett diákokat és szüleiket. A szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumban hétfőn tartottak szülői tájékoztatót. A szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium 1992 óta a korábbi általános iskolai képzést gimnáziumi oktatással bővítette, jelenleg a régió egyetlen 12 évfolyamos iskolája. A kezdeti 6 évfolyamos gimnáziumi képzésről szerkezetváltoztatást követően a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre tértek át. Szülői tájékoztatóra érkeztek hétfőn az érdeklődők a szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumba. Ebben az időszakban a pedagógusok is járják a környék általános iskoláit, pályaválasztási napokon vesznek részt, ahol adott időkeretben mutatják be a képviselt középoktatási intézményt a diákoknak. A hétfői interaktív esemény közel egy órás volt, ahol a szülők kaptak hasznos információkat. Hát erre a napra mindig várom azokat a 8-os szülőket, illetve diákokat, akik az iskolán gimnáziumi képzése iránt érdeklődnek, beleértve a saját 8-osainkat és hát a környék bármely általános iskolájából. A bemutató órák regisztrációhoz kötöttek, amikre ma még este 8 óráig van lehetőség jelentkezni. Nagyon sok helyre megyünk, egyrészt sok helyre hívnak is bennünket, ahol ilyen pályaválasztási napokat tartanak a kollégák, illetve hát mi is kérjük, hogy mehessünk, mert az iskolánk egyik alapelve a személyes kontaktus, és hogy a személyes kapcsolatoknak a fontosságára helyezzük a hangsúlyt, ezért szeretünk minél több emberrel személyesen találkozni. Úgyhogy igen, a gimnázium igazgató helyettes kolléga önmel karöltve, illetve hát hol ő, hol én, beosztjuk az iskolákat egymás között, és egy ilyen időszakban ilyen körülbelül 15 általános iskolát látogatunk végig, és mindenütt elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak nálunk. Nyilván ezeken a tájékoztatókon azért az esetek nagy többségében csak egy rövid kedvcsinálót tudunk előadni. Általában ilyen 10-15 percet kapunk, hogy nyilván más iskolák is szóhoz juthassanak, ezért hívok aztán ide mindenkit, aki részletesebben szeretne tájékozódni az iskolánkról. Az írásbeli próba felvételikre november 23-án 8 és 12 óra között lesz lehetőség regisztrálni. Az iskolába való jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkezési lapot. Ezen fontos feltüntetni a megjelölt iskola pontos nevét és az Oktatási Minisztérium által kiadott úgynevezett OM azonosító számát. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 5 évben évről évre mindig emelkedett a felvételi ponthatár. Nyilván összefügg ez a jelentkezők számával is, ami számunkra örvendetes, mert hogy ugye ez azt jelenti, hogy egyre jobb minőségű oktatást tudunk kínálni, mert ugye jobb eredményű gyerekekkel nyilván jobb eredményeket tudunk mi is elérni. Úgyhogy ennek örülünk, meg a jelentkezők magas számának is mindenféleképpen örülünk. Az egy, nyilván a szülők számára egy szomorúbb rész, hogy tavaly jó néhányan nem jártak felvételt, akik egyébként úgy gondolták, hogy simán be fognak tudni jutni, még saját diákjaink közül is. A jelentkezési határidők, a meghallgatás témakörei és egyéb tudnivalók, valamint az időpontok az iskola honlapján lesznek elérhetőek. A nyílt napokon és a próba felvételén való részvételhez regisztráció szükséges. Jelentkezni november elejétől lehetett a honlapon.
A nyílt napok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban november 27-én és november 30-án lesznek. A próbafelvételiket magyarból és matematikából november 25-én 10 órától tartják. Azok a diákok, akik angolból szeretnék próbára tenni tudásukat, december 6-án 14 órától próbaszóbelizhetnek. Tűz ütött ki ma délelőtt Dunabogdányban az Erzsébet királyné út egyik épületében. A lángok a garázsból indultak és átterjedtek a lépcsőházra is. A tűzhöz Szentendréről és Budapestről hivatásos, Visegrádról és Leányfaluról pedig önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok légzésvédelem mellett oltották a tüzet. Az épületből két embert menekítettek ki. Az uszoda nyitásával egy időben indították útjára a ma már hagyományosnak mondható V8 kupát a Szentendrei Uszoda és Szabadidő Központban. Az integrált úszóverseny célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az ép és fogyatékkal élő úszókat. A versenyen a részvétel a fontos. A V8 kupa alkalmával szívesen vettek részt szülők és nagyszülők egyaránt, akik nagy izgalommal bátorították hozzátartozóikat a medence széléről. Az elmúlt versenyekről is jó visszajelzések érkeztek a szervezőkhöz, ami már is új lendületet adott az úszoda dolgozóinak arra, hogy újabb lendülettel szervezzék a soron következő kupát. Minden évben, mint amíg élünk, tanulunk, mi is az igényeket figyelembe vesszük. Természetesen az az elsődleges célja, hogy a gyerekek megszeressék a vizet a kicsiknél, a legkisebbek, a 3 évesek, akik babakoruk óta gyakorolnak, szeretik a vizet, ismerkednek a vízzel. A nagyoknak meg azt szeretnék, hogy megmérettesse magát. Borzasztó nagy dolog, én úszóversenykoromból tudom, mennyire izgultam, hogy én képviselhetem magam, a szüleimet, az edzőmet és a csapatomat. No, tegnap délelőtt 120 kisiskolás, és a kis kamaszok is itt voltak még, akik azig tudjuk, hogy otthon szívesebben ülnének a számítógép előtt, de én tegnap nagyon megdicsértem őket, és óriási bulit csináltunk a végén, mert hogy 11 csapat részt vett a versenyen, és a Bohóc hal Budapestről megnyerte. De jöttek hozzánk Lőrincről, Kistarcsáról, Veresegyházról és Budapestről is. Óriási hangulat volt, gyorsan mellen is háton mérettették meg magukat a versenyzők, és ami nagyon nagy csoda volt, hogy be tudtam motiválni, indítani a felnőtteket is. Így képviselte magát, magunkat az úszómesterek csapata, az úszóedzők, a testnevelő tanárok és egy-két anyuka-apuka is vízbe szállt. A hétvégi megmérettetésen minden induló kapott kupát, így is ösztönözve őket a további részvételre és fejlődésre. A gyerekek, a víz és a verseny válogatott úszóként szeretném átadni, és a kicsiknek nem igazán versenyszó, hanem egy bemutató. Igen, ma eljött 91 kismanó, a 3-tól 7 évesekig, anyuka, apuka, nagy és nagypapa. Igen, nagy hangulat van, jó meleg és sok türelem, kitartás. Mindenki kap érmet, mindenki kap csokoládét. Szeretném ösztönözni a kicsiket, de emellett megtanítani, nyerni és veszíteni. Pedagógiai szempontból ajánlom, akár a szárazon vagy a vízbe, a fiatal kollégáimnak csináljátok, megéri, annyi szeretetet kaptok, amennyit adtok, és az eredmény meg lett, mert ezek a gyerekek sportolni fognak, egészséges felnőtt emberekké válnak. Te pedig, kedves kollégám, kedves edzők, boldog ember leszel, mert én is az vagyok. A kétnapos rendezvényt korcsoport szerint szervezték a szakemberek. Első nap a nagy gyerekek kezdtek a mély medencében, ahol 150 induló volt jelen. Másnap őket követték a manócskák 2 és 5 éves kategóriában. Az első korcsoport 33 méter, lány, hátkategória első helyezettje Kovács Dorka, és a harmadik korcsoport 66 méter, fiú gyors kategóriában Takács Levente lett az első. Miket leginkább a gyerekeknek a visszajelzése érdekel, és ők imádják. Szívesen jönnek, élvezik azt, hogy versenyezhetnek. Ez azért nem egy igazi, nagyon nagy verseny, ez egy játékos verseny. Lesz a 9. V8 kupa? Természetesen. Miért ne lenne? Víz van, medence van, gyerekek, szülők lesznek.
Vannak-e már erre vonatkozóan tervek, valamilyen változtatás, valamilyen újdonság, vagy csak ahogy jön majd? Ahogy jön, nem, mert úgy egy kicsit ezt nehéz lenne megszervezni, de úgy érzem, hogy most jó úton haladunk ahhoz, hogy ez egy átlátható, működő verseny legyen. Idén a helyiek kedvenc fürdője címet nyert Szentendrei V8 úszoda és szabadidő központ vezetője számára. A rendezvény legfőbb célja, hogy a gyerekek szeressenek úszni, és hogy a versenyszellemüket is ki tudják élni. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön leginkább felhős idő lesz felettünk, de néha rövidebb időszakra előbújik a nap is. Legfeljebb köcitálás fordulhat elő. Reggel -1 és +6, délután 10 fok fölötti értékeket is mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Módosították a közterület használatról szóló rendeletet a képviselők legutóbbi ülésükön, múlt héten. A novemberi rendes ülésen szó esett a téli útüzemeltetésről is. Örömmel értesítjük nézőinket, hogy hosszas előkészítés és tárgyalások után végre elérhető a TV Szentendre adása a Magyar Telekom IPTV hálózatán a 244-es csatorna helyen. Újra több szentendrei család áll iskolaválasztás előtt. Néhány hete kezdődött el az általános iskolásoknak a továbbtanulásra való felkészülése. A középoktatási intézmények nyílt napokkal, órákkal várják az érintett diákokat és szüleiket. Önök a híradót látták, maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan Testőr című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, már a Magyar Telekom IPTV hálózatán is. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat. Ne feledjék el, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!